Hello, hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, csodálatos korai hétvégét kívánok. Egy rövid kis játék bemutatóval, amire nyilván jól késve érkeztem, de nem baj, így terveztem igazából, abszolút nincsen péntek hangulatom, és vagyok teljesen széthulva. Az idei év egyik legjobbra értékelt játékát fogjuk ma megnézni, srácok, ami a Balatro névre hallgat, és tulajdonképpen, hát elméletileg arról szól, hogy újra feltalálták a kártyázást. Gyakorlatilag Póker 2. Tehát nem tudom, hogy ki mennyire szeret kártyázni a közösségből, én egyébként nagyon szeretek, bár kevésszer nyílik rá alkalom, hogy erre adjuk a fejünket a társaságommal, de mindig is nagyon szerettem pókerezni, és én se tudtam, hogy vágyok rá mélyen belül, hogy megjelenjen a Póker 2. De most állítólag ezáltal a Balatro által megjelent, 90 valahányos értékelése van az összes kritika alapján, minden egyes komment szekció a játék trélerei alatt arról szól, hogy ez gyakorlatilag az új metamfetamin és függőséget okoz a játék annyira jó, úgyhogy most egy ilyen 1-1,5 órában megnézzük, hogy tényleg annyira jó-e, vagy pedig csak nagy kártya rajongónak szórakozta. Kiderül. Úgyhogy a játék neve Balatro, PC-n fogjuk játszani, nem tudom, hogy elérhető-e konzolokra, bár elég indi cuccnak tűnik, szóval kétlem, és 14 euróba került, úgyhogy nem egy drága játék. Gondolom kifejezetten egyszerű, de szórakoztató. Nem tudom, meg fogjuk látni, srácok. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy jöttetek és megvártatok. Üdvít élőben mindenkinek, és természetesen, mint mindig, köszöntjük a YouTube nézőket is. Köszönöm a támogatásokat is. Csabi a 46 hónappal, az már igen. Lafagy, köszönöm a Prime-ot, Papi, But All, vagy Pupi, kinek hogy tetszik. Köszi az 5 hónapot, Jenny a Csírt, Szabó Bence, Ichigo, Philview, köszönöm kellemes pénteket, Avorti, köszi a 47-et, Chanelv, Hetti, Matyus Anna, gratulálok az egy évhez, és Harcos Gör, neked is köszi a 19-et. Közben jön az információ, hogy Xbox-ra, PS-re és Switch-re is elérhető a játék. Akkor annyira nem indi, akkor ezek szerint van mindenre. Nagyon szépen köszönöm az információt, srácok. Igen, tudtommal nem strip póker, tehát hogy aki azért szereti a kártyajátékokat, mert van olyan verzió, ahol lányok vetkőznek, ez nem az. Úgyhogy innen is elnézést kérek, hogyha ezzel kapcsolatban csalódást okozok, és örülök, hogyha tetszik a pólom. Köszönöm szépen a dicséreteket mindenkinek, azt gondolom ez így pénteki napra egyébként megfelelő nekünk. No! Hát srácok, nézzük akkor, indítom, milyen lett ez a Balatro nevezetű játék, amiről az életben nem hallanék, ha nem láttam volna, hogy mennyire jó a review róla mindenhol. Ott jött létre az univerzum közepén a Póker 2, nézd meg! Most babonáztak meg, most adták be konkrétan, vénásan érkezett. Na jó, köszi Rokkó, neked is a 7 hónapot. Hát, play. Most azért fel kell eleveni. Hogy mondod, bocsánat? Üdvít, az én nevem Jimbo. Megtanítalak játszani, köszönöm, ezt pont kérni akartam. A célod az, hogy zsetonokat nyerj, és legyőzd az enemit. Most a blind az nem tudom, hogy itt a kisvakot meg a nagyvakot jelenti-e, vagy... Igen, kisvak. Igen. 300-at kell szerezni. Jó, akkor vaknak hívják a küldetést, amivel nyerünk. Jó. Small blind. Igen, nyilván akkor kapunk zsetonokat, hogyha van pókerük. Uh-huh. Van szorzója. Hú, ez valami pontrendszeres dolog lesz. Jó. A pókerhendeket hát ismerem valamennyire, talán. Jó.
Tehát ott van, hogy mennyi pontot kapunk magaslapér, párér, kétpárér, sorér, stb. Hát aki pókerezett már az ismeri, aki meg nem az úgyse fogja. Jó. Ja, és önmagában a kártyákért is kapunk zsetont. Jó. Aha, tehát választom ki 5 kártyát. Tehát ki kell választanom a kezem. Hát... Jó. 5 kártya playhand. Jó, és akkor megkapjuk az alap... Megkaptam a pontot a párért. Ja, hogy azokért, oké. Okay. Tehát csak azokért a kártyákért kapunk pontot, amiket kiválasztunk. Tehát választanom kell 5 kártyát, és az alapján kapok pontot. El is tudjuk dobni a kártyákat, és kapunk érte újakat. Tehát ha mondjuk azt mondom, hogy mondjuk ide lehetne egy sor, nem azért a 2 fillérért. Én csak ezt dobom el. Jó, az így... Jó. You have only limited number of hands on this card. Ja, ott van! Aha! Bal oldalt ott van, hogy hányszor, hányat tudok eldobni. Oké. Okay. És hogy hányszor tudok lepakolni. És akkor abból kell megugrani a 300 pontot. Jó! Világos! Tehát mindig kapok kezeket, még kapok háromszor... Hány lap ez? 8 lapot? Amiből 5-öt ki kell választani, és tudok eldobni, és amit lerakok, azok alapján kapunk pontot. Most lerakom ezt a 3-7-est. Hát másom nincsen nagyon. Úgyhogy akkor magas lap. Bám! Nagyon jó. Mi a neve? Magyarul. Volt sorom? Nem volt sorom. 5, 6, 7, 8, 9-em nem volt. Meg 4-esem se volt. Mi a neve a 3 egyforma lapnak magyarul? Ezen gondolkozom, csak nagyon cikinek érzem, hogy nem tudom. Van neve magyarul a 3 egyforma lapnak? Drill, bazd meg, tényleg nincs magyar neve. Drill. Köszönöm szépen. Nagyon rég Amúgy szerintem utoljára egyetemen pókereztem. Nem, egyetem után azért még pókereztünk haverokkal. Igen, talán akkor utoljára. Na jó, amúgy arra nem készültem fel, hogy ez a játék, ez hatalmas backseat, mert nem fogom észrevenni a dolgokat, amik a kezembe vannak, de mindegy. Jó, hát van egy 5-ös párom. Az a baj, nem fogok a sorra játszani, mert sose adja ki a sort. Discardol. Hát most bevállalom. Hányat tudok eldobni? 5-öt? Oké. Van egy királypár, van egy 5-ös pár, ha meg rakja egy magas lapot. A színre is figyelnem kéne. Úristen! Mindenki meg fog őrülni. Ez nagyon rossz nézni ezt a játékot, pláne ha én játszom, még meg fog őrülni mindenki, hogy úristen, de hülye vagy, ott van a kezedbe és nem veszed észre. Na, meg lett a 300. Magaslap nem számít, mert önmagába eldobja, okés. Jó. 309-em lett, cash out $4. Gazdag vagyok. Oké. Most, hogy kaptál pénzt, tudsz venni új kártyákat. Try buying this handsome devil. Jó, add ide a Jokert. Buy. Innentől lesz érdekes a játék, mert hogy a pókerben nincsen Joker. Szia, Molok Bandita. Gyere, gyere rosszalkodni. Ja, hogy a Joker a szorzót ad a lerakott kéz mellé. Aha. Egyszerre 5 Joker kártya lehet nálad. Jó. Vegyél még egy kártyát. Ott van a császárnő. Ez meg fejleszti a kártyákat. Aha. Ezek egyszer használatosak. Egyszerre 2 darab ilyen egyszer használatos tarot kártya lehet nálad. Jó. És lehet venni vouchert is. Ha elég pénzt gyűjtesz, és a voucherek önmagukban fejlesztik a kapott pontokat. Hű, és akkor vannak booster pakkok abban a pillanatban. Jó. Édes Istenem. Na jó.
Így, 50, 75. Úgy. Azért hangos volt a muzsika. Ja, és akkor itt van a gyűjteményem. Van 150 féle Joker kártya, 15 deck, 22... Na jó, nem, haladjunk. Next round. Jó, jön a nagy vak, 450 pontot kell elérjek. Keep an eye on the boss blind. It has an ability you'll need to plan around. Várják, képessége lesz az ellenfélnek? Discards two random cards per hand played. Jó. Jó. Menjen, szelek. Jó, kezdem érteni. De ha valakinek kérdése van, szóljon. Abszolút megmagyarázom. Ha több kártyát kapunk, igen, akkor újra lehet őket rendezni. Jokers trigger in order from left to right. És kártyákat lehet fejleszteni a tarottal. Jó, tehát várjál. Tarot kártya. Rányomok, itt jobb fölül. Igen. Use, de most nem tudom használni. De nem engedi use-olni, szürke a gomb. Nem mondtam, már a tutoriába elakadunk. Várja, ja, aha, ki kell választani a kártyákat. Hát a két bubit. Oda néz, karcolt bubik lettek. Aha, és akkor van egy négyszeres szorzó rajtuk. Oké. Hát színem csak nem lesz. Most olyan nehéz... olyan nehéz lett volna adni egy tízes, bassza meg. Na jó. Most azt nem tudom, hogy most a sorrend számít-ed. Hát még így járok a legjobban. Színem nincsen. Na, tök mindegy. Jó. Igen, és akkor azt felszorozza. És akkor már egy kézből szereztem 640 pontot. Győztem! Ja, és mivel kevés kézből megoldottam, ezért több pénzt kapok. Jó. Gyakorlatilag ilyen boss fightok vannak a játékban. Volt sorom? Hogy lett volna sorom? A sorom csak tízessel lehetett volna, nem? Nem kötelező öt kártyát választani? Végül is jogos, köszi. Lehet backseat-elni, amúgy nyugodtan nem zavar. És akkor megint van 10 pénzem. Adj már egy ilyen paklinyitást. Create a random Joker card. Steel card. Adjál random Joker kártyát. Kaptam egy hitelkártyát, amivel mehetek mínuszba. De várjál, akkor a paklinyitásból mindig egyet választhatok. Jó. Oké, menjünk tovább. Azt mondja, the hook. A hooknak az a képessége, hogy kettő random kártyát eldob a kezemből. Jó. Tehát nekem kell kiválasztani egyből az elején, kettőt eldobni. Most kockáztatok. Igen. 1, 2, 3, 4, 5. Matematikus vagyok.
35x4. Arra rádobok még 4-szeres szó. Én nem fogok matematikázni. De várj, a Joker az passzívan állandóan jelen van a Joker, vagy az be kell aktiváljam? Ja, mert az adja eleve a 4-es szorzót. Aha, nem, az hozzáadja. 504. Jó, egy körből nem lett meg. Mondjuk le kellett volna rá... Hát igen. Jó. Hát ebből már megvan így is, úgy is. Igen, most nem tudom, hogy... Tehát, hogy a bubimon ott marad a szorzó, amit egyszer ráraktam. Tehát örökre a deckembe amúgy megváltoztattam. Pofám leszakad. Jó, hát ha van két párom... Akkor dobd el a többit. Jó, az gyönyörű. Bám. Igen, az rajta maradt a szorzó. És jön a Joker. 888! Jó, és akkor ezt két körből oldottam meg. Jó, szóval ez gyakorlatilag egy puzzle game. Amúgy én tudom, és elnézést kérek érte, én tudom, hogy az embereknek a sejtjei fognak fájni, olyan béna vagyok. De remélem, hogy sok embernek mutatok megint egy jó játékot, és legalább meghozom a kedveteket hozzá, igyekszem. Ez egy ilyen póker passziánsz egyébként, igen. Jó. Azt mondja... Azt van, malt per consecutive hand played without a scoring face card. Hát kapok egy szorzót az egymás után lejátszott kezeimbe, ha nem rakok le figurás kártyán. A diamondot játszok le, az is szorzót ad. Hát add ide, az kell. Ja, és akkor 5 darab Jokerem lehet egyszerre aktív. Maximum. Jó. Next round. És akkor most megyünk fölfele. Most már 800 pontot kell szerezni. Oké, tehát ez egy lineáris játék, tehát folyamatosan jönnek ellenfelek, akiket le kell győznöm. Úgymond. Oké. Hát amúgy van egy full house-om kézből. Jó, hát dobd el. Nem túl magas full house, de... Várja, mi? Várja! Na, a pókermester ne száj. Jó, a full house többet ér, mint a... Nem. Pókerem van, várjál már. Igen, az többet ér. Jó, azért mondom. Nyugi! Matematikus vagyok. Jó, nyugi. Megy az, éppen hogy utolsó pillanatban. Hát Klárikám, hát majdnem elrontotta a streamer fiatalember, de lerakja! Jó, akkor 4-et rakok le. De hát kapok pontot, hogyha lerakom önmagában az ászt, nem? Klári-fári! Hát rakjuk le azt a szépet, nem? Jó, akkor csak 4-et rakok le. Oda nézd, párikám. Igen, de a diamondot le kellett volna raknom, mert arra van szorzóm. Mert itt az ősi jokerem, ami felszorozza a diamondokat. Hát nem figyel oda! Hát nem adja meg! Hát Klárikám, nem figyel a közönség! Kérem azt a $6, köszönöm szépen! Hát ne legyen a nevem, ne szállj, ha nem adja meg! 12-es szorzó, ha sorom van.
Add ide. Jó. Adjál egy booster pakkot is. Ott egy aranykártya. $3, hogyha ez a kártya a kezedben marad. Ez meg ilyen nyilas ász. 30 extra zsetont kapok. Add ide az aranyhatost. Igen, és akkor itt meg bővül a deckem. És akkor ki is tudok venni a deckemből kártyát? Nem, ahogy nézem. Jó, következő. És amúgy skippelni is lehet. És ha skippelem, akkor kapok pakkot. Nem skippelem, játszani akarom. Jó. Azt mondja, Bubi dáma, király, ász, az mondjuk elég erős. Akkor ezeket eldobjuk. Ott van! És bazeg, és ha a bubim... Még meg is lehetett volna egy színből az összes. Jó vagyok, ugye? Igen. Igen. Majdnem royális jellegű lett. Tehát majdnem a kutya se szedik. Ott van, hát egy kézből nyomom itt a vakokat, zseni. Lárikám, hát ne legyen a nevem, ne szállj! Hogyha nem csinálja meg ez a fiatal ember. Jó, most nem veszünk semmit. Next. Na, boss fight jön. Minden diamond kap egy debuffot. Az nagyon jó, mert pont diamondos boosterem van. Érdekességként megjegyzem, írja Hirx, hogy most már 5 darab 6-os kártya van a deckedben, és 5 lapot lehet kijátszani egyszerre. Jó van, részletkérdés. Nézd meg, ott debuffolja a kártyáimat. A szem, a piszkos. Jó, hát akkor azt csináljuk, hogy eldobunk mindent is. Jézus atya úristen. Jó, az akkor 2 pár. És akkor nem lakok le pluszba semmit, mert azt mondtátok, hogy miért nem lehet több kártyát lerakni? Csőkonty! Jó, hát ez egy elég gyenge kezdés volt. Ott van a, ott van a, ott van a epic hatos! Jó, hát akkor ezt elveszem, mert nem ad pontot. Azt is. De és attól függetlenül, hogy nem ad pontot, attól még mondjuk egy sorba beleszámít ez a hetes. Gyerekkoromban erre mi azt mondtuk, hogy nyertem tripárral. És akkor meg kéne tartani a hetest. 6, 7, 8, 9, 10, csak egy 8-ast kéne húzzak. Dobjam el a kettes párt, jóló. Be fog jönni a 8-as. Érzem, érzem, nagyon érzem a testembe, hogy jön a 8-as. Jó, hát akkor baszódjak, meg igazad van. Jó, hát akkor megint van 2 párunk, és benne van a baszó 6-os. Jó, hát maximum lassabban leszünk meg, de meg leszünk. Hát nem hiszek már a sorban. Nem hiszek már a csodákban. Kaga jellegű, van egy párom.
1, 2, 3, 4, nincs színem. De tudok még egyszer diszkárdolni? Egy körben nem csak egyet tudok diszkárdolni? Aztán elmondta 5 perccel ez... Ja nem, ja összesen van ennyi diszkárdom. Ja tényleg, igen, igen, igen. Hát kijátszhatom, hát van még köröm. Hány köröm van? Jász ki. Ja, még egy kezem van. Ja, most van szopás, mert nincs semmim. Aha. 6-os pár, mit fog kezdeni a 6-os párra? 6, 7, 8. Az a baj, hogy teljesen át kell állítani az agyadat, mert ebben a játékban amúgy a magaslap annyira sokat nem számít. Mert tekintve, hogy a magaslap ugye a pókerben azért fontos, hogy az ellenfelednek a kezét üssed magasabb lappal, de itt nincsen keze az ellenfélnek. Ezt ne dobd el. Na, hát ez szopás úgy, ahogy van. Na, nem baj, hát végre csele. Jó, várjál, van színem. Nincs. Nincs. Jó. Direkt nem raktam le a párt. Na, most akkor látjuk, hogy mi van, hogyha félelek. Volt egy sor. Láttam, hogy van sor, csak kíváncsi voltam, hogy figyeltek-e. Láttam a sort. Csak kíváncsi voltam, hogy itt van, mert éreztem, hogy kicsit pihentek, és nem figyeltek. Ezért nem raktam le. Na, és akkor most mi van? Mert ezt akarom megnézni. New run, vagy main menü. És akkor előről csak megmarad a kollek. Aha! Tehát ez egy roguelike játék is. Ja, és hogy alap kezdő deckeket lehet izélni. Ah. És van nehézségi szín. Ah. Meg vannak külön challenge-ek. Hát akkor, látjátok, direkt kezdtem újra, mert ez egy teljesen új aspektusa a játéknak. Akkor most megmaradt a deckem, vagy nem maradt meg a deckem? Nem maradt meg a deckem. Aha. Így van, játékbemutató jellege miatt. Jó, és akkor most csinálhatom azt, hogy elszkipelem a blindokat, és egyből a bossra menjek. És ha egyszerre skippelem a kettőt, akkor a két bónusz egyszerre lesz érvényes? Aha, itt jobb alul írja a bónuszokat. Tehát lesz egy ritka jokerem, és ingyen lesz a booster pack, ha legyőzöm ezt a bosst. Viszont cserébe most nem kaptam bónuszkártyát, tehát nehezebb lesz. 4, 5, 6, 7. Egy hiányzik a színhez. Na, színre megyünk, vagy sorra megyünk? 1, 2, 3, 4. Ú, bazd meg, egy csomó. Ezt érzi, ez érzés, érezni kell. Chat, ezt érezni kell. Mit éreztek a lapokba? Ezt érzem, Klárikám, a szín lesz. Ott is van. Nem, nincs ott. Ott van? Nem, nincs. Hogy szíjá letövig! Várjá, nyugi. Nem néztem, mert csak 4 van, ugye? Jó, akkor most... Nehéz kér, nem akarom lerakni a királypárt. Igen, ezt úgy hívják, hogy lófasz. Várjál, az szín lesz. Szín lesz.
Igen. Így, az jönni fog, jönni fog. Jó, tulajdonképpen édesanyámat is mondhatod. Jó, jó, hát elengedtük a lapjárást. Elfogy a diszkárdom. Rakjam le azt az egy darab párt. Vagy diszkárdoljak még egyszer, hogy hát ha beadja. Az Isten merjen meg. Jó, ez az, amikor túl gondolja a fiatalember. De most tényleg még kell ezt csinálni velem? Na jó. Ezt engedjük el, mert ez így nem fog működni. 5-6-7, jó, sorom nincs, nem, két párom van, csá. De mondjuk, ha valami nem kell, akkor lerakhatom. Csak hogy ne maradjon a kezembe, nem? Igen, hát mondjuk, ha az ember ismeri a deckjét, akkor úgy könnyebb, de mivel, hogy most még alapdeckünk van, ezért lényegtelen. 2, 3, 4, 5, 6... Nem szabad túlgondolni. A túlgondolás a siker ellensége. Jó. Azt mondja, még egy diszkárdom van. Hát egy dáma pár. Hát igen, az a 7, 8, 9, 10, de bubim sincs el hozzá. Hát az 5-ös, 3-ast azt rippelhetjük. Jó. Sem, várjál. Jó. Diszkárdom már nincsen, úgyhogy ezzel főzünk. Utolsó esély. Pont nem lesz meg a pontszám, mi? Nem, meg két párom van. Van másom. Négyet nem fogad el sorba? Hát, hogyha klasszikus póker szabályokat nézzük, akkor nem. Nincs másom, ugye? 10 bubi, nem, mert egy dáma hiányzik, diszkárdom meg már nincsen. Majdnem szín. Igen, hát a pókerben a majdnem az elég nagy szopás. Hát, majdnem az... Jó, hát úgy néz ki, hogy azért Joker nélkül ez így nehezebb. Pláne, ha az ember olyan korlátolt, mint én. És pont nem lett meg! Jó, lenyomjuk a kisvakot, hogy legyen valami bónuszom. 4, 5, 6... Jó, amúgy nem gondolom túl, hanem elkezdem úgy játszani, ahogy az elején játszottam. Ami van, azt lerakjuk, azt haladjuk. Bobby the Retro, Chaos Kapitány, Bart, Tomika, Zense, köszönöm szépen a támogatásokat, srácok. Köszi, köszi. Ez így kevés. Jó, hát ez most csak a kisvak, úgyhogy... Csak. Még csak 300 pont kell. 8, 9, 10. Ötönben kettő hiányzik. Van egy kettes párom. Jó, hát ez ide elég. 7, 8, 9, 10. Ne adjál bubit. Véletlenül se. Jó. Pont 300. Direkt kiszámoltam. Persze nyilván több pénzt kapunk, ugye, hogyha gyorsabban megcsinálom, és több kezem marad. De na. Igen. Két pár többet ér. Vannak ilyen bolygókártyák. Add ide a bolygókártyát. A full house
sorhoz van egy kétszeres szorzó, flush sorhoz van egy háromszoros, vagy a pókerhez egy háromszoros. Nem tudom, melyikem lesz előbb, full house, vagy... Jó, kérek egy full house bónuszt. Ja, várjál, ez ilyen egy... Mi történt? Uranus! Akkor kérem az Uranuszt is. Ja, de az az hogy egyből elhasználta? Ja, aha! Tehát eljúzolj, az ilyen, aha! Tehát júzolom, és akkor így állandóra megkapom a bónuszt. Értem! Jó, és akkor... Nagyon jó, tetszik nekem. Köszi, srácom. Jó. 9-10, bubi. Jó, hát... De most van bónuszom a két párra. Akkor rakjuk ki a két párt. Jó. Amúgy ez még lehet egy... Várjál. Plösh. Hát vagy rámegyek egy full house-ra. De nem, ez elég lesz. Elég lesz. Ott van, jó. Ez az. Kéne valami jó Joker. 8-szoros szorzó. A kezemben van egy pár. Az jó. Meg adjál egy ilyen paklit. A drillt is kirakhattam volna. Igen. Increases rank of up to 2. Converts up to 3 selected cards to clubs. Tehát így tudom módosítani a kártyáimat, hogy egyféle színből több legyen? De mit jelent az, hogy rankot növel? Ja, hogy... Hát tele vagyok ászokkal! Ez meg! Zseni! Nagyon jó! Na, a boss a manaköl. Egyel kevesebb kártyát kapok a kezembe. 600 pont, jó. Ez tényleg póker 2, bazeg. Jó. A 4 discardom van. Most az YOLO. Az egy full house, kérem szépen. Hát lerakja! Lerakja! Az egy 1400 pont, öcsi! Hát itt a Joker megbónuszolta a páromat, yeah! Nagyon jó. Played cards with odd rank if Simpson scored. Played cards with hearts. Jó. Szóval amúgy arra megy rá az egész játék, és ez mindenkinek világos, csak így kimondom magamnak is, hogy mondjuk az egész deckedből heart kártyát csinálsz, és akkor kiszedsz bónuszokat, amik a heartot fölvisz. Tehát ez olyan, mintha lenne egy rendes póker paklid, és tudnád módosítani a lapokat, és akkor gyakorlatilag ilyen cheat decket csinálnál. Tehát ez póker, póker 2 a csalás.
Vouchert érdemes kigyűjteni? Okés. Ezt most skippeljük el, meg kapok pénzt. Jó. Ezt akkor csinálom, tudjátok, amikor fogalmam sincs, hogy mit csinálja. Jó. Full house, Klárikám, full house! És még föl is szorozza a szívecskéket. És még ott a nyolcszoros is, Klárikám, hát 2100! 2100! Reptér, lobog a szélben a szélzsák. Hát mekkorát megy a fiatal ember, hát megadja. De most ez... The minus one hand, az nekem mély jó. Has double the rank of the lowest card held in hand. This joker can just shift a discarded spade card. Az nem jó. Hát azért nem... Hagyjál a voucherre. Menjünk tovább. Na, The Wheel! Minden hetedik kártyából egy fejjel lefelé lesz kihúzva. Ú, de jó, az... Aha. Hát akkor basz... Hát most így hogy játszak? Hát most ezt így hogy? Az anyádat. Hát... Na várjál, és amúgy így sorba rendezi őket. Tehát akkor ez vagy 5, 6 vagy 7. Ez a kettő. Íz a kártyák lelkében. Mi ez? Yu-Gi-Oh, bazd meg. 4, 5, 6, 7, 8. Ez egy sor. Ezt ti nem tudjátok, de ez egy sor. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A mesterem Seto Kaiba volt! Mondjuk nem kaptam érte sok pontot, de... Na most az a kérdés, tehát ez egy full house lesz, csak a kérdés, hogy... Nem, ez egy kettes... Tehát ez lehet ötös, meg hatos is. 4-5... 5-5... Nem, ez egy dupla pár lesz amúgy így. Anyát hétszentség itt komolyan. Jó. Jó, tehát ez vagy egy király, vagy egy ász. Ugye a két párra van bónuszom. Úgyhogy így az meg is van. Igen, ez a pontszám növelés a ezeknél, vagy szintezés, ez nagyot megy, nagyot. Jó, én azt hiszem megértettem, hogy miért okoz ez a játék függőséget. Jó. Gives the total sell value of all current jokers. Nem. Two chips for each remaining card in your deck. Ez jól hangzik. Plus one hand size. Több kártyát húzok. Az is jól hangzik. Jó. Add ide azt a Jokert. Mert.
bazzeg, itt már 2800. $1 kapok minden discard, nem, menjen a sima, játsszuk le. Jó, 4, 5, 6, 7. Ú, várjál, a szín. Igen, ez, hogy ez a voucher, hogy egyet több kártyát kapok a kezembe, ez az elég OP. És ráadásul bónuszom is van a szívecskékre. Persze tudom, hogy nem így hívjuk, de azért próbálom az idegeiteket fölkarcolni. Ja, 3, 4, 5, 6, 7 is játszott. De hogy ez nagyon nagy bónusz a izé miatt. Látjátok? Ez 24-szeres szorzó volt a... Ja, várj, a jokereknek a sorrendjét cseréljem meg. Várj, akkor szorzó kell a végére? Na de várjál, hát ma... Ez nem matematika, hát mindig a szorzás műveletet végezzük el először. Még erre is figyelni kell? És a 8-szoros szorzót rakjam a végén, az mindegy, hogy milyen sorrendbe szorzok, nem? Hát az meg, ez kell egy matek tanár mellétek ehhez a játékhoz. Jó, gazdag vagyok. Late face cards. Level up high card. Hát ez... Vagy egy booster pakkot. Ott az arany bubi. Creates a planet card, this card is held at the end of the round. Az mondjuk jó hangzik. Mert add ide az arany kártyát, need. Kiveszem a Plutót is, kellenek ezek a bolygó kártyák. Oké, ez csak a high cardot növeli, de... Azt mondja, hogy... Hát... Igen, ez... Mindenhogy is lehet sor. 3, 4, 5, 6, 7... Hát, ez a legszarabb kéz, amit valaha látott az emberiség szerintem a póker történetében. Viszont a párra ugye van bónuszom, úgyhogy inkább azt terültetem, hogy abból legyen valami. Igen, például így. Hát, Az a baj, hogy ugye nem tudom, mert a flösre nincsen szorzóm. Full house-t kéne kirakjam, az amúgy is jobb, nem? Ezt kéne kirakjam. Igen. Jó, rájövök, csak le vagyok lassulva. Jó. Azt mondja, 1-2, ott van a izé. Ott a flush, vagy 4, 5, 6, 7, 8. Na várjál. Nincsen bónuszom a sorra, úgyhogy a flush-t kell kirakni, ugye? Mert azzal jobban járok. I guess. Cseréljek hát, ha jön színsorom? Hát azért az necces. Bár amúgy cserélhetünk. Mert a színsorhoz, de nem, mert a színsorhoz 5-6, hát igen, ezeket lecserélhetem végül is, de nem játszom ki őket. Az anyámat! Na várjál! Hát most van két párom, de a két párral... Most az a kérdés, a két pár az 40x30, rájön a bónusz. Létezik, hogy több pontot kapok a két párral, mint a flösssel? Mert a 120 alapból a két pár
A flush az 140, de ugye a párokra kapok 8-szoros szorzót. Tehát, hogy szerintem ez több pontot ér. Most oké, hogy a pókerezők felsírnak, de... hogy ez így matematikailag több kéne, hogy legyen. Le kellett volna rakjam a szívecskét. Bár nem, mert az nem számít bele, mert nem szkórolja. Jó. Megvan a 4200. Fú, ez a póker 2, te! Ez bonyolultabb, mint a póker 1. Igen, most Gyuri bácsinak megrándult a nyaka otthon valószínűleg. If first hand of round has only one card, then the permanent copy to deck and draw it to hand. Create a tarot card if poker hand contains an ace and a straight. Nem. Adjál bolygó kártyát. Straight flush. Na de most, hogyha kijátszom még egyszer a földkártyát, akkor megint följebb megy a full house. Elvileg igen, nem? Már hármas a full house-om. Zsír. Tizenkétszeres szorzó a drillre. Az köszönöm szépen. Mondom, hogy csak full house-ra kell játszani, annyi bónuszunk van. Na, the house. First hand is drawn face down. Oké, okay, tehát az első kezem az úgy, ahogy van, fejjel lefelé jön. Na figyeljetek, a kártyák lelke. A kártyák lelke. De várja, a pár egymás mellett van. Tehát egyébként a legjobban úgy járok, hogyha ezt így ledobom. És előtte ezt diszkárdolom. 2, 3, 4. Alapból rendbe teszi őket. Bízzatok a kártyák lelkében. Amúgy ehhez a történethez hozzátartozik, hogy én Zsolti haverommal a gimiben nagyon sokat jugioztam. Tehát én hiszek a kártyák lelkébe, mert mi csapattuk annak idején, hogy nincsenek véletlenek. Na most mennyire bízunk benne, hogy ez egy dáma, ez meg egy király. YOLO. Semennyire. Mindegy, a párral is jók vagyunk. Jó, tehát ez biztos, hogy hetes. Tehát hát biztos, hogy van egy full house-om. És ezzel gyakorlatilag 1 millió pontot kapok. Ott is van. Nagyon jó! Jó, engem kilóra megvett ez a játék egyébként. Kezemben van 3 egyforma, az plusz 100. Arra amúgy is van egy Joker bónuszom, tehát az nagyot mehet. Hát most a flushre kivenni egy bolygót, az kicsit bátor. Ezt kérem. És akkor várjál, ezt rakd az elejére. Igen. És akkor van 9-em, adj egy bolygót.
More of a kind, high card, straight, flush. Két pár. Azt még följebb a két párt. És akkor már hármas szintű. Mondom, ez a póker kettőben egy full house build. Oké? Okay? Tehát full house buildesek vagyunk. Tehát majd valaki kérdezi ők az Elden Ring communityből, hogy én milyen buildes vagyok. Én full house buildes vagyok, jó? Várjál, még egyet választhatok. De most a high cardot. A high cardot csak akkor számolja, hogyha nincsen semmim. Hát... Mire kéne rámenni? A pókerre, a sorra, vagy a flushre? Menjünk a flushre. Igen, mondjuk a póker az két pár is egyben. Igen, jogos. Jó, mindegy. Ha ezt skippelem, akkor kapok egy jokert. A jokereket le tudom cserélni, de most jók a jokereim, menjem. Van háromszor két páram. 8, 9, Jó, tehát egy full house-t kéne csinálni. Van flush-öm? 1, 2, 3... Vagy flush-t kéne csinálni. Amibe bízunk. Azért ahhoz nagy luck kéne, hogy három kártyára kapjunk egy bubit, egy 10-est vagy egy 8-ast. Mindegy. A kártyák lelke. Jó, hát a kártyák lelke azt mondta, hogy hello. Így vagyok, ugye? Jó, hát itt én eldöcögök a két párokkal, mert... Jó van, game, kösz! Hát szeret a játék, csak ha egy nagyobbat beadott volna, akkor kevesebb kézből megvan. Bár így is megvan, szóval. Ez skill! Ez nem szeret a játék, ez skill! Jó, nem költünk. Kövi. 9000 azért. De jól meg van csinálva, mert azt hiszed, hogy az élet császára vagy, de azért emelkedik a pontszám, mint az állat. 2, 3, 4, 5, 6. Igen. Játsszuk be azt. Valószínűleg a két párral amúgy több pontot szerzek. Ott voltak benne a szívecskék. Hát megint van két párom. Meg van izé, flössöm is van. Hát lőjük el a flösst. Nem tudom, most ki nem számoltam, hogy jobb-e. Valószínűleg a két pár jobb lett volna. Fene tudja. Igen, az csak 9-90. Jó, akkor ez fos volt. Nem baj, megjegyeztük. És 2-3... Jó, a...
Meg kell tartani a szívecskét. Új, bazd meg! Bocsánat. Így, ez very big. Várjál, van szívecske. Várjál, de... Most már konzisztensen szívecskének fogom egyébként hívni. Mindig minden streambe kell találjak valamivel, mivel tudom, hogy idegesítem azokat, akik szeretik. Igen, az a baj, hogy flössön van, és ráadásul ugye a bónuszolt szívből. Hát nem, én ki nem számolom, hogy melyikért többet, bazeg. Hát most ugye vagy lerakom a két párt, amiben szintén van két szívecske. Adjatok a színsorral, sose fog bejönni a színsor. Vagy ugye megcsináljuk ezt. Ezt rakjam ki, jó? Én hiszek nektek, naívam. Igen, mert felszorozza mindegyik. Mindegyik szívet felszorozza. 3600. Hát amúgy egy kezünk már. Szop ki Bobit. Bocsánat. Jó, miből fog nekünk jönni egy pár? Nem kell a sor. Engedd el a sort. Nem kell a sor. A full house kell, csak a kérdés, hogy miből lesz a másik párunk. És ahhoz tudni kéne, hogy... Na, várjál! Ezt értelmeznem kell, ehhez nagyon péntek délelőtt van. A felső sor azt mutatja, hogy mi van a deckemben. Tehát a deckemben dámából van a 3, meg bubiból van a 3, meg 10-esből is van a 3. Ezt mutatja, meg 8-asból. Ugye? Tehát... A dámát meg a 10-est tartom meg. Nem, a bubit meg a 10-est tartom meg. És a többit eldobom. Ott is van, baby. Szop ki, Bobit. BAM! Jéééé! Hát épp hogy meglett amúgy. Not discovered. Gains plus 3 malt when booster frogs are skipped. Amúgy bolygókra kéne költenem. Boostoljuk a sort egyébként, mert sok sorom van. Gyere, nyissunk egy paklit. Ez jó, mert ez steel card, ez is kap szorzót. Hogyha a kezemben marad. Ugye erre van bónuszom. Jó, hát add ide ezt. Na boss, 24 000, anyám. Jó. Na hát lehet, hogy itt lesz megálló. Jó, van két párunk. Túl erős. Jó, ennyien. Árcot felszorozza. Az baj, ez ide kevés. Tehát a 24 ezerhez még 3-at rakhatok. Az öcsém itt nem tudom, mit kell kirakjak. Itt a póker 2-t kell kirakni. Nos,
Most van 3, 4, 5, 6, 7. Nem lesz elég. Jó, full house, és van benne szív is. Aztán utána kezdődik a Discard Royale. És kaptuk a bónuszt az ötössel, ami a kezembe marad. Bám, bám, bám! Jó. Na hát, akkor most el lehet kezdeni gondolkodni. Gyakorlatilag ahhoz, hogy ez meglegyen, ahhoz csak a szívecske játszik. Van még 4 diszkárdom, tehát tudunk cserélgetni. Ezek a sima párokkal itt most nem megyek semmire. De a sima full house az 5-8-al az nem lesz elég pont. Az a bajom. Na. Az egy flush. Na hát ez vajon elég lesz-e? De most ezt tényleg nekem kellene kiszámolnom? Hát örülök, hogy kijutottam a gimnáziumból. Hogy most ez hány pont? Igen, de hát igen, az a baj, hogyha az ötöst ellövöm... az ugye nem szoroz föl. Tehát még azt tudom csinálni, hogy most mindent, ami nem szív, azt kiszedek. Ugyanezt még egyszer eljátszhatjuk. Most van egy full house-om is. Az már level 3-as. Hát igen, de az a baj... Az a baj, tehát hogy szerintem nagyobbat megy a flush, mint a full house. Mert minden egyes kirakott körért, szívecskéért, bocsánat, kapok egy 4-szeres szorzót. Nem? Még van 2 diszkárdom egyébként. Full house az jobb. Azt mondjátok, a full house jobb. Én elhiszem nektek, én el nem kezdek matematikázni. Nagy értékű mind, és van benne 2 kör. Amúgy igen. Jó, lehet ez valahogy jobb? Még jobb. Tehát még van 2 diszkárdom. Eldobok mindent. Na, csak saját magamat ásom lefelé, mert egyre jobban nem tudom, hogy mit akarjak csinálni. Igen. Hát én látom a pókert, de azzal nem vagyunk előrébb. Szerintem a full house-unk többet ér, mint a póker. Póker nem kell nekünk. Még egyet tudok diszkárdolni.
Jaj, na várjál. Így ez erősebb, hogyha három... De nem, ugyanannyit ér a tízes meg a bubi. Igen. Mindegyik tízet ér. Tehát akkor igazából mindegy, hogy bubival vagy izével, de hogy akkor ez a play. Na hát pénzt kaptam volna, ha kezembe tartom a bubit, az... Jéj, megvan! Igen, az hiba volt. Igen, bocsánat. De ha goldot a kezembe hagyom és tízessel rakom ki, akkor kaptam volna bónusz pénzt. De sikerült, köszönöm chat, köszönöm szépen. Late card with a diamond. Igen, a diamondra is bó. Ez mi az Isten? Na álljunk már meg. Na most ezt megéri kive? Ez valami random szorzó. Glitch Joker. Na jó, de ez mindenre ad szorzót. Akkor ezt meg kell venni. Csak előbb el kell adjak egy. Melyiket adjam el? 12-szeres szorzó a 3-as, a 8-as szorzó a párra. Hát a chip növelőt adjam el? De hát azért az is kell. Hát ha nincs mit felszorozni, akkor... Vigyázz, mert nulla is lehet a szorzója. Jó, akkor ne kockáztassunk, adjál bolygót. Pár... Lős... Két pár, az kell nekem. Meg kell tarot kártya, mert ezt nem nagyon használtam. Anyám! Na ez mondjuk very big! Három kártyából csinál nekünk kört, szívecskén. Akkor skippeljük, az ad pénzt. Meg a standard pack. Nem, ezt játsszuk le. Jó. 16 ezret kell menni. Itt már jó volt. Level 4-es, már a két párunk, öcsém. Mondjuk igen, diszkárdolni kellett volna. Anyám. Jó, jó, majd hát, hogyha bejön a drill valami másra. Ez így kevés lesz a 16, már még van három kezem. Igen, lehet, hogy egybe kellett volna az ász, ott is van, na erre vártam, baby. Bám, bám, bám! Yeah! Epikus győzelem.
Ott van a Full House build. Level 4-es a Full House-unk. Ott van a Full House-unk. Level 5-ös a Full House. Fullos Full House build. Jó. Na, boss fight. Minden kártya, ja nem, minden, hogy hívják a figurás kártyát? Lefelé jön. Jó. Oké. Ott a drill. Ez az egy szopás. Tudom, hogy mi a face kártya, csak a magyar nevére voltam kíváncsi, Chassid, de köszönöm szépen. Hát a kártyák lelke. Ez így nagyon nehéz lesz. Hát most az a kérdés, hogy eldiszkárdolom-e inkább. Igen, tehát azon gondolkozom, hogy kislapokkal inkább megpróbáljuk kiszedni a Full House-t. Aha. Annyira jó, de... Most már muszáj rakja. Tizenegyezer. Nice. 6, 7, 8, 9, 10. Amúgy a shore build is nagyot behet. Ha nyomok, van benne két szív, most az nem tudom, hogy mennyi pontot ad, de még van kezem. Csak akkor elvesztem a párt. De hogy ez amúgy... Hát... Nem, az kevésbé ész. Nem... Jó a sor. Aha. Ez a két pár, ez nem rossz, és már csak egy diszkárdom van, úgyhogy kirakom. Mert itt marad az ötös. És az felszorozza. 4000. Ez így botrány nehéz. Mert ugye hát egy csomó lapot nem látom. Jó, hát diszkárdolok még egyet, aztán jóló. Igen. Hát most ki kell rakjam az ötöst.
akkor is, ha elveszítem. És akkor azzal szerintem megvagyunk. Nem biztos, de... Ott is van. Jé! Ez. Wheel of Fortune. Van in a fortune stud a foreign finalition to a random joker. Joker buffalos. Vagy bolygó. Adjál bolygót. Straight flush, four of a kind. Jó, hát menjen a sor. Nézzük meg ezt. És ezt el is tudom júzolni ugyanúgy. Na, holografikus lett a Jokerem, az nem tudom mit jelent. Ez... Ja, tízszeres szorzó van még a szívecskére, oké. Okay. Jesus. Húszezer kell. Várjunk egy full house-t. Várjunk. Szívecske, most már ez így marad, igen. Most a holografik azt csinálta, hogy a négyszeres szorzó tízes lett, vagy most így tizennégyszeres, de szerintem tízesre változtatta a négyszeres szorzót, ha jól láttam, ahogy számolt. Amúgy very big, ez meg is van. Ha csak nem vagyok hülye. Szerintem ennek meg kéne lennie. Ja, hozzáad egy egyszeri tízszeres szorzót? Aha. Jaj, köszi. Hézz! Jó, ez nem jó nekünk. Adjál booster pakkot. Diamond-á konvertál, üveggé konvertál. Ja, ez jó. Mi beféled? Szop ki Bobit akkor! Menj a picsa! Rohadjál meg! Ja, írta, igen. Menjünk a két párral, hogy ez kevés lesz. Menjünk a két párral. Jobb az az 5000-e semminél. Oké, na, megjött az ötös. 3, 4, 5, 6. Flush, de akkor be kell dobni az ötöst a flushhoz. Vagy két pár. Öh.
Hát... A flöst kéne eljátszani, csak akkor kimegy az ötös. De játsszuk el. Nem állunk jól. Jó, van egy drillünk a hármasból, az jó. Hát ki is játszhatjuk. Egy körünk van benne. Még hány kezem van? Van két párom, de az már nem biztos, hogy meg lesz 5000. Meg van egy másik flössünk is, de az... Az kevésbé. Nem, hát... még van két discardom. Megint van egy flöss. Van még egyáltalán? Még van két ötös a pakliba amúgy. Jó, hát... Ha nem, akkor nem. Hát a kaflőst rakjuk ki. Elég lesz. Na, már csak 5000 pont kell, csak ugye az alapcsipem csökken, mert az egyik kártyám az alapján ad bónusz csipet, hogy mennyi kártyám marad a pakliba. Hát azért a bőven elég az... Igen, arra figyelni kell, hogy ugye ez a jokerem az az alapján ad base csipet, hogy hány kártyám marad a pakliba, tehát az folyamatosan csökken. Adjál bolygót! Ott a full house. Van max szintje egyébként a dolognak? Ott van. Három kártyából szívecskét csinál. De ez megtartja az aranyságát, ugye? Reméljünk. Aha. Na, boss fight. Cards played previously this end are debuffed. Na ne basz, mi? Jó. Hogy szedtem ki csak olyan kárt? Hogy szedtem ki egy kört az egész deckből, bazzány? Hát... ennél szarabb kezdés mondjuk kevésbé. Csinálhattunk volna. Valamit muszáj kirakja. Hát ez lófasz abba. Discard Royale. Hát azt is lehet. Igen, de tekintve, hogy az összes körkártyám debuffolt lesz, nem néztem a játék elején, hogy mi lesz a boss.
Tehát, hogy ezekért nem kapok pontod. Tehát, hogy ez így eleveri. Nem kapom meg a bónuszt, akkor melyikkel járok jobban? De hát az ászon nincs izé. Ha semmit nem kapok azok után. Hát! Oké, okcsá! Mentem csá! Jó game volt. És még be se adott a szararcú. Mondjuk a drillt megadhatja. Na, inkább ebbe bízok. Igen. Hát ez is így kevés. Elcsalta! Elcsalta a game! Én nem adom könnyen magam. Hát. Az az egy ad pontot. Hiába van meg a full house, ha csak egy kártyán működik. Nézd meg a szemét. Nem szégyelli magát az ilyen szerintetek? Amúgy 38 ezret hoztunk. Szóval amúgy kimaxoltunk. Best hand, most played hand. Cards discarded, tök jó statok vannak. Defeated by the pillar. Blue deck unlocked. Ja, hogy és akkor ilyen passzív bónuszok vannak. Hát nem elég, hogy új kártyák nyílnak meg, de most már kezdhetek egy erősebb alapdekkel. Tehát úgy van, hogy roguelike, tehát előről kell kezdeni. De már van egy új dekkem, amivel egyel több a kezem. Mondjuk így meg egyel több discardom van, de hát gondolom ezek egyre erősebbek lesznek. Vagy hát a fene tudja. Jó, mindent láttunk, amit látni kellett. Srácok, ez a Balatro, a Poker 2. Sok sikert a megvásárlásához mindenkinek 15 euróért. Én értem, hogy miért 90 pluszos az értékelése. Szerintem zseniális az ötlet, pláne azoknak, akik szeretnek amúgy kártyázni, tehát így minimálisan ismerik, hogy mi az, hogy sor, vagy mi az, hogy flush. És akkor ezek szerint minden platformra van. Tehát Switchre, konzolra, kanapén nyomkodásra, Steam Deck esetleg. Úgyhogy jó szórakozást. Igen, tény és való, hogy önmagában snapszerozni is jó, tehát hogy úgy is hozzá lehet állni, hogy na vá, a kártya játékot is a számítón játsszuk, ennye-bennye, és igazatok van, de ezt tudod egyedül játszani,
ellentétben kártyázáshoz kell egy társaság. Szerintem zseni. Tehát, hogy elkezded megérteni, és gyakorlatilag egy ilyen deckbuilder kártyajáték, roguelite elemekkel építve a póker alapokra. Zseni. Engem nagyon megvett, nekem nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy srácok, ez volt a Balatro. Köszönöm szépen mindenkinek így a délelőtti figyelmet. Adam Sky, Ikozi Dodeka, Skit Leon, Zsoltika, Blust, köszi a támogatásokat, Káosz Kapitánya Gifted, Bobby, Árni, és mindenki másnak is a velem tartást, a supportot. Délután jövök, és egy kis Chilles Survival építkezés, farmolás következik hatalmas mekrobotokkal, úgyhogy gyertek, ez lesz a Lightyear Frontier, 2:30 körül érkezem. Addig is mindannyiótoknak jó étvágyat az ebédhez, ha esetleg nem lesztek, akkor kellemes hétvégét, találkozunk délután. Szevasztok, srácok!